Szép jó estét kívánok, üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Művészbejárót, Békés megye kulturális magazinját látják. Mielőtt elkezdjük mai műsorunkat, nézzük meg, milyen kulturális események történtek az elmúlt időszakban. A geszti iskolások hamarosan új iskolát, tornatermet kapnak. Az építkezés megkezdése előtt a Munkácsy Mihály Múzeum régészei tárták föl a területet. Ahogy arra számítani lehetett, 7 sírt sikerült feltárni, amiből 6-ot kifosztottak, de mindezek ellenére a régészek számára értékes leletek kerültek napvilágra. Bácsmegi Gábor, a múzeum régésze elmondta, számos a gesztihez hasonló alföldi gepida település tártak fel eddig, ahol a földbe mélyített házak mellett csontfaragó műhelyek maradványait, illetve a fémművességre utaló tárgyakat találtak. 20. alkalommal rendezték meg az országos tervezőgrafikai biennálét. A műfaj legrangosabb hazai kiállítás sorozatát 1978-ban indították el, amelyet 2 évente a Munkácsy Mihály Múzeum mutat be. Idén összesen 400 alkotás érkezett, ebből 230 mű került fel a falakra. A plakátokból, könyvtervekből álló kiállítást Szepesi Hédi, Konecsny György díjas művészettörténész rendezte be. 11. alkalommal rendezték meg a Digi Poráma Fesztivált a Lencsési Közösségi Házban. A versenyre idén is olyan fotósorozatokkal lehetett nevezni, amelyek időtartama nem haladja meg az 5 percet. A mára hagyománnyá vált versenyre a kezdetektől napjainkig 230 alkotó, 359 pályamunkája érkezett be. A mostani Digi Poráma Fesztiválra 20 alkotást küldtek be. A zsűrizés után ezeket a főleg fotósokból álló közönség is megtekinthette szombaton a Lencsési Közösség Házban. Országszerte meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorúkon vasárnap. Műsorral kísérve kapcsolták fel az ünnepi fényeket és gyújtották meg a gyertyákat Békés Csabán, a Szent István téren, ahol beszédet mondott Szarvas Péter polgármester. Az ünnepség után hivatalosan is megnyitotta kapuit a karácsonyi vásár. Karácsony közelettével bármi megtörténhet, így lehet, hogy Hoffmann meséje nyomán írt Diótörő és Egér király című darab 13 év után ismét megdobogtatja kicsik és nagyok szívét a Békés Csabai Jókai Színház színpadán. Mai vendégeink Gernel Csaba, Békefi Viktória és Szomor György. Szervusz, jó estét kívánok, üdvözöllek benneteket. Szervusz, jó estét. Legelőször a rendezőhöz fordulok. 13 éve mutatták be először a darabot. Mi az oka,
hogy ismét Békés Csabán ennyi idő után a musical? Igazából olyan sokan kérték ezt a darabot tőlem, személy szerint. Egyébként nem csak Békés Csabán, hanem az ország szerte, Budapesten, Fehérvárat, ahol játszottuk, hogy mindig azt tudtam csak mondani, hogy majd egyszer lesz. Kérdezték, hogy mikor lesz Diótör. Mindig mondtam, hogy majd, de lesz, ugye? Mondom, igen, ígéred? Igen. És most jött el az ideje, hogy nekem is éppen úgy volt időm, éppen volt hozzá kedvem. Seregi Zoltán igazgató úr megkérdezte, hogy ha lenne egy szomor darab, akkor mit mutatnék be szívesen, és én mondtam, hogy a Diótörőt. Neki ez az ötlet nagyon tetszett, és belevágtunk, és hát most már túl vagyunk a bemutatón. Ugye az eredeti, vagy az első változathoz képest egy picit rövidült maga ez a darab. Egy nagyon picit előrébb megyek, hogyan született maga ez a darab, és mondjuk mi az, amin változtattál, mi az, ami kikerült az első verzióból? A darab, amikor ez az ötlet bennem szöget ütött, hogy ezt ebből a meséből műzikát kellene csinálni, az onnan származott, hogy nekem ez a történet ez nagyon-nagyon tetszett. És arra gondoltam, hogyha tehát egy zeneszerzőnek, hogyha valami jön, amihez szeretne zenét írni, akkor azt nagyon fülön kell csípni, mert ez nálam legalábbis ritkán van. Tehát az ember gondolkozik rajta, hogyha mihez lenne kedvem, és ez nagyon volt. Azt gondoltam, hogy a történet annyira elragadott, hogy szívesen írtam hozzá dalszövegeket, zenéket. Ha jól tudom, akkor ez volt az első olyan darab, amelyhez nem társszerzőkkel, hanem saját magad írtad a zenét. Így van, ez volt az első olyan darab, és szerettem volna, hogyha valami olyasmit csinálok, amit igazán szeretek. És ehhez volt kedvem, és aztán amikor a szerzőtársakat felkértem, ugye Balla Attila írta a dalszövegeknek egy részét, és Szurdi Miklós a szövegkönyvet, akkor abszolút egybevágott az ő ízlésükkel, kedvükkel, és elkezdtünk rajta dolgozni, és aztán hamarosan megszületett ez a darab, ami aztán színpadra is került, és nagy sikerrel ment 13 évvel ezelőtt, és reméljük, hogy hasonló sikerrel és hasonlóan örömüket lelik azok az emberek, akik benne játszanak, meg akik nézik, mint ahogy mi annak idején. És a mostani változat mivel rövidült meg? Prózai részek? Igen, mert amikor ez az előadás készült, annyira rengeteg kedvenc részünk volt benne, és nem nagyon húztuk meg, pont azért, mert féltünk. A Monte Cristóval valahogy úgy voltam, hogy az első verzió az, nem tudom, szerintem másfél órás lehetett körülbelül az első variáció, még a meghúzás előtt, és aztán húztunk, azért mindig ez egy fájdalmas sok volt. Dolog. Ez egy nagyon fájdalmas dolog. Akkor is nagyon egy-egy mondatot kivenni nagyon nehéz, nem úgy egy darabból egy fél órát elvenni. Így van, és ez annak idején úgy történt, hogy nem is én csináltam a végleges verziót, hanem odaadtam valakinek, hogy húzd meg. Jó, oké, csináld úgy, hogy ne is lássam, akkor megláttam, majdnem elsírtam magam. De neki volt igaza. És mert egy kis volt rálátása, nekem 13 év távlatából volt rálátásom, és megpróbáltam úgy meghúzni a darabot, hogy ne szenvedjen hiányt sem a színész, sem a néző, viszont rövidebb, hiszen gyerekek is nézik az előadást, és azért az ő tűrőképességük némileg azért hamarabb elfogy, mint a felnőttek, és így is azért 1 óra 5 perc az első felvonás. Sok színész, vendégszínész, régi színész, aki játszott a darabban, újra játszik, új színészek lépnek színpadra. Hogyan sikerült összekoordinálni a csapatot? Milyen csapat alakult ki? Milyen volt a hangulat a próbákon? Nagyon közhelyesnek tűnik, hogyha azt mondom, hogy őrületesen jó hangulatban zajlottak a próbák, de majd ezt a kollégák talán megerősítik, és szerintem ez látszik az előadáson. Azt gondolom, hogy az a munka, amit elvégeztünk, azt mi letettük a munkát, szerintem elvégeztük a munkát, de ezt megpróbáltuk jó kedvűen. És hát akkor megkérdezem a kollégákat, hogy ők is így gondolják. Nos, a kollégák hogy gondolják, milyen volt az eddigi munka? Hát én nagyon jól éreztem magam a próba folyamat alatt, és ugye ide kerültem Békés Csabára, és nekem ez az első ilyen nagyobb próba folyamatom, mert eddig egy színháznál voltam, és nagyon örülök, hogy itt élhettem meg, mert
nagyon hamar befogadtak. Én most találkoztam a színészekkel is először, és nagyon kedvesek voltak velem, és nagyon összetartó a csapat. És nagyon sokat tanulhattam az idősebb színészektől is, meg segítettek, és hát igen, nagyon jól érzem magam. Csaba? Én ezt játszottam annak idején itt Békés Csabán és Székesfehérváron is ezt a szerepet. De nekem igen, így az Egér király szerepét igen, játszottad? Igen, igen, igen. És nekem is volt egy 13 éves rálátásom Gyurcival egyetemben, és hát ez az Egér király figura, ez egy mókás alak. Na most ezek a mókák, ezek próbán jól meg tudnak nagyobbodni, tehát magyarán szóval vinyogtunk végig a próba folyamat alatt. Nagyon sokat nevettünk, és amikor saját magán röhög az ember, az a legdurvább már, amikor már sírva, tehát megálltunk. Tehát gondolom, többek között erre is gondol Gyurci, hogy ebből a szempontból is nagyon jó, kellemes próba folyamat volt. Amikor a Ginerinek az egyik jelenetén, a Csabának az egyik jelenetén, a szék alatt voltam a nevetéstől konkrétan, és mindig olyan színeket tudott, új színeket tudott hozni. A nézőknek merem ajánlani, hogy jöjjenek el tényleg megnézni az előadást, mert nagyon jól fognak szórakozni. Szerintem a Csabi nagyon jól érzi magát a színpadon, és ezáltal a nézők is nagyon, nagyon jól érzik igen. magukat. És hát ugye a kollégák, a Békés Csaba az nekem egy olyan hely, ahol ugye itt vannak a legjobb barátaim, tehát, és velük vagyok együtt a színpadon, és olyan emberekkel vagyok a színpadon, akiket imádok. Hát ebből rossz nem tud születni, de lehetetlenség. És ráadásul kiváló színészek igen, is. Csomós Lajos. Most elkezdhetnénk, csak sok hosszú lenne, de Csomós Lajost azért megemlített. Többek között. Hogyha maradunk a te karakterednél, milyennek a sikere, mert hogy a gyerekek megőrülnek érted, állva, tapsolnak, visítanak, holott ugye valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy negatív szereplő, de ugye mégis a negatív oldalon áll, de emellett ugye nagyon vicces egy karakter. Szerinted milyennek a sikere a gyerekek szemében? Hát, igen, tehát ez egy negatív karakter, úgymond, de ez egy kis bumfordi, ahogy Móriczka elképzeli a királyságot, tehát egy kicsit szánandó, vagy megnevetteti az embert ez az alak. Az előadások tapsrendjében ugye hallható, hogy ugye a lány ma például a Vikit egyszerűen majdnem letépték a színpadról a gyerekek az első sorban, gyönyörű ruhája van, ugye, és akkor ment előre, és jöttek, ők ugye nem engem, de vannak fiúk, és hát nyilván a vicces részét nagyon szeretik, meg ez a gonoszság, ez tényleg ez nem gonosz, tehát ez nem olyan Egér király, aki ott szórakozik, nem tudom, valami gonoszkodásokat akar, hanem úgy jön ki a lépés. Azon túl, hogy van tétje a dolognak azért, mert vannak benne olyan részek, ahol azért előkerül a tétje, ugye itt a játékbirodalom királysága a tét, de igazából az Egér király saját magát is egy kicsit idézőjelbe teszi. És azt gondolom, hogy pontosan attól, ahogy ezt a Csabi ráadásul közli a színpadon, ettől egy nagyon-nagyon nagyon furcsa, ellentmondásos dolog, mert ez a negatív figura egy pozitív figurává válik. Főleg a végére, ami ugye dramaturgiailag is ki van találva, és hát ez a Csabi hozzáteszi az ő művészetét, ami tényleg egyedülálló. És Marikáról mit tudhatunk? Ugye szép, mint az életben, szeret incselkedni a testvéreivel, viszont nem hiszi el magáról, hogy ő mennyire szép, vagy nincs tudatában annak, hogy ő mennyire szép, illetve nem akarja elhinni, hogy a Diókirály, vagy a Diótörő szerelmes belé. Igen, 13 éves Marika, és nagyon vágyik a szerelemre, és igazából megfogalmazódnak benne érzések, csak még nem tudja, hogy mi az pontosan. És a bácsikája, Drosselmeier bácsi, akit egyébként Jancsik Ferenc alakít, ő mutat utat neki az egész darab alatt. Milyen a gyerekközönségnek játszani, hiszen ők nagyon interaktívak, őszinték, tehát mondhatnék egyetlenül őszinték, mert hogyha valami nagyon tetszik, de hogyha nem is tetszik, akkor azt egyből a tudtunkra, vagy tudtatokra hozzák. Kinek milyen élményeket hozott ez, ad ez, vagy pluszt ad, vagy mit lehet erről elmondani? Hát én ami miatt egyébként elővettem ezt a darabot, és ami miatt nem
nem tudtam nem megvalósítani ismételten, az élmény volt, amit én újra szerettem volna élni, és ez nem feltétlenül a gyerekekhez kapcsolódik, hanem érdekes módon a felnőttekhez. Nekem a legnagyobb élményem az előadás kapcsán, én annak idején nagyobb szerepet játszottam ebben most, mivel hogy rendeztem, ezért nem mertem többet a színpadon tölteni, egy dalt énekelek, és én a Tapsrendben mindig azt néztem, hogy a 40-50-60 éves apukák, anyukák, nagyszülők olyan szinten váltak gyerekké, hogy ugyanúgy tapsoltak, gyerekként tapsoltak, ezt nem tudom máshogy elmondani, hogy ugyanúgy tapsoltak, mint a gyerekek. Ugyanúgy mosolyogtak, örültek nekünk, és az a varázslat, amit ez az előadás adott ott a szülőknek és a nagyszülőknek, hogy újra másfél órára gyerekek lehettek, én nekem ez volt a legnagyobb motiváció, és ez volt a legnagyobb élményem a darabban kapcsolatban. Természetesen azon túl, hogy a gyerekeknek egyébként nagyon szeretek játszani, és nagyon jó nekik pontosan, amit mondtál, hogy azért, mert nagyon őszintén elmondják, és hál' Istennek eddig még csak pozitív visszajelzések voltak. Többiek? Esetleg valami hozzászólás ezen a téren? A gyerekeknek nagyon jó játszani. Én amúgy is azt hiszem, hogy a színháznak az egyik legfontosabb feladata lenne az, hogy ugye be is teljesíti, a színház nagyon sokszor ezt, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. Ez egy nagyon jó kis darab ilyen szempontból, mert szeretik is a gyerekek, felnőttnek is való, tehát a felnőtt sem... Mit tapasztaltok, hogy ők úgy veszik a poénokat, mert mondtátok, hogy ti magadtok a próbákon is szakadtatok, ők ugyanazokat a poénokat veszik, felfedeznek nyilván más dolgokat, amit... Nyilván nem. Nagyon sok olyan, igen, az előadás. Épp azért nem is írtuk ki, hogy a mese előadás, ez egy családi musical szó szerint, hiszen tényleg több rétege van. Vannak olyan poénok, amikor majd jönnek a felnőtt előadások, mert ugye közkívánatra betettek néhány előadást, és ezek közt van esti előadás is, amit a felnőttek nagyon fognak élvezni, és amit a gyerekek igazán nem értenek, ezt a rétegét talán, ők más rétegét értik ennek az előadásnak, és valószínűleg máson nevetnek nagyon nagyokat, mint amin a szülők fognak majd nevetni, olykor-olykor igazán felnőtt előadásban. Sőt, hallatszik is az előadás közben, hogy valamelyik poénon csak a felnőttek nevetnek, van benne több ilyen egyébként, tényleg, csak a felnőttek, a kisgyerekek ülnek, és van, ami meg a gyerekek nagyon-nagyon nevetnek, nagyon édesek. De tényleg az az interakció, amivel ők hozzáállnak a színházhoz, a színészekhez, a mindenhez, az pótolhatatlan. Tehát én is ugyanazt tudom mondani, amit már elmondtunk, hogy gyerekeknek a legkirályabb játszani szerintem. Azok, akik még nem látták a darabot, mondjuk, mert hogy ugye felnőtteknek is szól, és ugye eredetileg a Diótörő az egy balett, mennyire fog csalódni az, aki számít olyan dolgokra, hogy valamilyen eredeti elemet, betét dalt, valami dallamot, bármit találjon benne? Vagy ez teljesen a gyerekek nyelvezetére inkább átfordított? Annak idején én gondolkoztam rajta, hogy hozzunk-e át az eredeti Csajkovszki műből valamit, akár dallamot, akár bármit. Nagyon csábító volt a dolog. Aztán úgy döntöttünk, hogy nem. Ez egy teljesen új történet, egy teljesen egyébként különböző dramaturgiai csavarok is vannak benne. Tehát a történet maga az a balettól elrugaszkodik. Egy picit ugyanígy a jelmezek, a díszletek, sok minden. A korban is időnként kimozdulunk az eredeti korból. Nagyon nehéz ezt így elmondani pontosan, hogy miként ez látni kellene az előadás, de mivel hogy a zene is elrugaszkodik, tehát most egy swing vagy egy tangó nyilván az eredeti korban nem volt, ezért merészen el tudtunk lépni kicsit a történettől is, kicsit a Csajkovszki zenétől is, ettől a világtól, de azért megtartottuk azt a fajta romantikáját azokon a helyeken, ahol kell az eredeti műnek. És hogyha már a zenéről beszélünk, akkor az, ha jól tudom, ez a musical először fut élő zenével? Úgy volt, hogy élő zenekarral fogjuk játszani, sajnos erre már nem volt idő. Erre nem volt idő. Nem volt lehetőség, de gondolkozunk rajta jövőre, hogyha
ha elképzelhető, hogy jövőre is játszani fogjuk az előadást, akkor lehet, hogy hozzákerül az én élő zenekar. A partitúra megvan, úgyhogy bármikor ezt megtehetjük, hogyha lesz rá időnk és lehetőségünk. Ugye ez egy igazi karácsonyi darab, nem véletlenül került most a repertoárra. Én kérdeztem kollégákat, akik látták ezt a darabot, és kérdeztem, hogy kinek milyen üzenetet hordoz, mert ugye mindegyik mesedarabnak van valamilyen mondani valója, mindenki mást mondott. Én tőletek azt kérdezném, hogy a ti szemszögetekből mi az, amit kiemelnétek ezzel a darabbal kapcsolatban? Jó kérdés az, amit kiemelnétek, sok minden... Nem akarok személyeskedni, tehát azért nehéz most ezt, hogy valamiféle üzenet. Hogy egyrészt tehát a darab maga, inkább azt mondom, hogy az előadás maga egy olyan helyzetet teremt az életemben, amit én imádok. A barátaimmal, a legjobb kollégáimmal, a legjobb, tényleg azokkal vagyok együtt, akikkel nagyon szeretek. Ezt ugye említettem az elején is másrésztről, hogyha most a gyerekek szempontjából nézünk, nagyon jó érzés jó darabban játszani. És én nyugodtan kimerem mondani, hogy egy nagyon jó, vagy jó előadásban játszani. Ez egy nagyon jó előadás. És hálás dolog. Ott ordít 400 gyerek, fantasztikus. Tehát az embernek ez egy olyan, mint hogy egy fél kilós disznózsírral tenyegetnék a máját folyamatosan, mert ez egy csodálatos érzés, és ebből kap inspirációt, meg energiát, meg mindent egy színész a következő évekre, akár hosszú évekre. Tehát az velem most ez történik, hogy töltödök föl ettől a darabtól. Arról nem beszélve, hogy a gyerekek körében is ez mekkora lenyomatot tud képezni, el sem tudjuk képzelni. De ezért mondom azt, hogy személyes vagyok, de én nekem ez a töltődés, amikor visszaigazolják azt, hogy jól csinálja az ember a dolgát, és a munkája, amit belefektet sok munkát, energiát, az nem felesleges, az nem hiába valóság. Hát, és amikor ezt látjuk, akkor nagyon örülünk. Viki? Hát nekem gyerekkori álmom volt már eljátszani ezt a szerepet, és most nagyon örülök, hogy megkaptam, és nagyon szeretem játszani, mert teljesen új színeket tudok benne mutatni, és Gyurci nagyon nagy segítség volt nekem, mert nagyon sok mindent le kellett szedni, hogy kislányosan viselkedjek, hogy a gesztusaim teljesen mások legyenek. Ez nehezedre esett? Időnként meg nem. Tessék, bocsáss meg! Hogy ez nehezedre esett, vagy ez egy tanulási folyamat, teljesen hát, jó? Hát ez egy tanulási folyamat volt, persze, de azóta már belerázottam, és most már nagyon jól megy, remélem. Na azért ez nem volt olyan nehéz folyamat. Tehát, jó, igen. Vannak részek nyilván, ahol én nem azt kértem tőle, hogy úgy csináljon, mint hogyha ő pici lány lenne, csak időnként nyilván megkívánta az előadás, de időnként meg szerettem volna, hogyha a kislányból előjön a nő. Ahogy elő is jön, van olyan dal, például a Szerelmes csillagok, ahol meg kifejezetten jó az, amikor a kislányban meglátja az ember a nőt, és megszólal benne a nő, mert a kislányokban is benne van a nő. És ne figyelj ide, jó sikerült neki. November 25-én volt a bemutató, meddig lesz repertoáron, mit lehet tudni? Eddig szaladjanak még a nézők jegyet venni. Január 6-án játsszuk vagy 5-én az utolsó előadást. Ha jól tudom, akkor ebben az évben 30-valahány előadás lesz, és a jó hír a következő, hogy a Szima csarnokban is bemutatjuk, a Budapestre is ellátogatunk az előadással. Ahol már az első esti előadásra alig vannak jegyek, úgyhogy a mai nap folyamán megnyitották a délutáni előadást is, úgyhogy úgy néz ki, hogy legalábbis egyelőre, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor játsszuk a Diótörőt, mikor játsszuk, és hogy azt mondtam, hogy most, úgy látszik, hogy ennek örülnek elég sokan. Ezen kívül lesz még máshol is műsoron? Tehát mondjuk gondolom Székesfehérvárot esetleg? Jelen pillanatban azt gondolom, hogy a kapacitásunk az eddig terjed, de természetesen jövőre, ahogy Békés Csabán is tervezik az előadást, elképzelhető, hogyha lesznek kérőink, akkor igen mondunk.
Az mennyire szokatlan, hogy egy ilyen digitális technikát használtatok a színpadképnél fel? Ezt a nézőközönség hogy fogad? Lehet, hogy a gyerekek körében ez úgymond menő vagy vagány, nem tudom, hogy a felnőttek körében ez mennyire volt népszerű, vagy mennyire látványos? Én azt gondolom, hogy a felnőttek is ugyanúgy fogják ezt szeretni, mint ahogy a gyerekek szeretik. Alapvetően próbáltunk, pont azért, mert azért azt is arra is gondoltunk, hogyha ezzel utazunk, akkor hatalmas díszlet igénye lenne egyébként, ahogy már tanultunk egy előadásukból is, hogy bizonyos helyzetekben jobb az, hogyha egyszerűbb a díszlet, de azért a hatást azt szeretnénk elérni. És úgy gondoltam, hogy ezzel a vetítés technikával és magával ezzel a képi világgal nagyon jól megteremthető az a hangulat, amit egyébként egy hatalmas díszlettel tudnánk megteremteni. Ebben nagyon nagy segítségemre voltak a kollégák, és az úgy ítélem meg, hogy ez sikerült, és reméljük, hogy a felnőtt nézőknek is hasonlóképpen fog tetszeni, mint a gyerekeknek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kedves nézőinknek pedig még, aki nem látta a darabot, az feltétlenül váltson rá jegyet. Ez volt a Művészbájáró, maradjanak velünk, viszontlátásra!